Bízom benne, hogy a filmet látva és a rádióztatot hallva minél többen éreznek majd kedvet ahhoz, hogy szeptember 20 és 24-e között kilátogassanak az Omét-ra. Természetesen média kampány nem csak tévé és rádióspotokból áll, hanem óriási gondot fordítottunk arra, hogy minél több területen, minél hatékonyabban népszerűsítsük ezt a kiállítást és vásárt. Online portálokon vagyunk jelen, szintén elérnek az elejétől, találkozhattak már önök és a látogatók, illetve a szakmai szakértők óriás plakátokon, City Light hirdetéseken, tömegközlekedési eszközöknek a járművein az Omék hirdetésekkel, az Omék plakátokkal. Nem csak ezeken a felületeken vagyunk jelen, hanem természetesen a hagyományos print médiában is. Hetvilapunkban és szakmai médiumokban jelentetjük meg sajtóhirdetéseinket és PR cikkeinket az Omékkal kapcsolatban és az éppen aktuális információkat. Teljesség igénye nélkül kiemelném a szakmai lapok közül a Magyar Mezőgazdaságot, Agroinform és Agrárszektor lapokat, a heti és napi lapoknál a Magyar Időket, Blikket, Borst, Lokált, a megyei napi lapokban is jelen vagyunk a Magyar Konyha folyóiratban is. Célegyeneshez érkeztünk, egészen pontosan 14 nap, 1 óra és 1 perc van az Omé nyitásáig. Azt gondolom, hogy munkatársaim kiváló munkát nyújtottak, és célegyenesben szokásos erőket megfeszítve dolgoznak, ezúttal is szeretném megköszönni az ő munkájukat. Jó eredmény, az ő munkájuknak az eredménye az a látogató számot már korábban éppen megette, és a jó eredményekről az előttem szólók már beszámoltak. De hangsúlyozni szeretném, hogy nem a mennyiségre megyünk és nem számláborozni szeretnénk. Azt szeretnénk elérni, hogyha a kiállításról távozó szakemberek és látogatók egyaránt azzal a benyomással térjenek haza, hogy a 2017-es Omékra megérte kimenni. Gazdagodtak, gyarapodtak, ismeretek bővültek és üzleti kapcsolatok létesültek. A idei Omékot is a hagyomány és újdonság, a tradíció és modernitás jegyében a több évtizedes hagyományokat folytatva rendezzük meg. Éppen ezért ezt a programjaink is tükrözik, hiszen megtalálható az Omék programjai között a hagyományos, már jól ismert programok, ilyenek például az Őshonos udvar, ahol a Magyarországon őshonos állatokat mutatjuk be, az állatsimogatók, tenyészállat bemutatók. Ezek talán a legnépszerűbb programok elsősorban a gyerekek körében, de megtalálható a 2015-ben indított főzőverseny is, ahol háromféle kategóriában várjuk a nevezőket. Bogásban történik majd ez a főzőversenynek a főzés része. Halászlé, lecsó és birka pörkölt az a három kategória, ahol várjuk még a jelentkezőket. Ugyanígy megtalálható a mezőgazdasági vívkirályítás és természetesen kultúrprogramok is. A kultúrprogramok kapcsán a látogatókat és a családot tartottuk szem előtt, és megpróbáltunk minden korosztálynak egy megfelelő skálát biztosítani. A Omék nagy színpadán jelen lesz például a Budapest Bar, Old Jazz Band, Péter Szabó Szilvia, ismerős arcok, Titos Dező, Expedience Tárc, Titos Dező és társulata, Expedience Tárc együttes, Freddy, Nyári Károly és lányai, és még sokan mások. Újdonságokról is be tudok számolni, hiszen számos újdonsággal készültünk a mostani Omékra. Például a D-pavilon teljes egészében a kertek szerelmeseinek szenteljük, nem csak vízkertek, hanem haszonkerteknek a kiállítói is itt lesznek jelen. Újdonság a Kincsen Park, amiről már többször hallottak önök is, megnövekedett területen. A Kincsen Park területén fogjuk elsősorban az őshonos és az állatbemutatókat lebonyolítani. Ugyanitt a Rovasz Színház programjaira is lehet majd várjuk a látogatókat. Újdonság a Kárpát-medence kincsei is, hiszen most 400 négyzetméteren egy kibővített területen mutatjuk be a Kárpát-medence mezőgazdaságának az értékeit és az ottani gazdáknak a munkájának a gyümölcsét. Újdonság, ez erdővarázs nevezetű programsorozat,
Ezt tavaly indította a Földművelési Minisztérium, a 22 állami erdőgazdaság és az Országos Erdészeti Egyesület a Szabadságtéren. Az idén is lesz a Szabadságtéren, de az Ométon is megjelenik. Ez egy 22 állomásból álló erdészeti program, ahol elsősorban a gyerekek részére egy interaktív tanulási folyamat nyomán megismerhetik a gyerekeket az erdő értékeivel, az állatokkal, az ott folyó gazdálkodással, a természetvédelmi értékekkel. Hagyomány és újdonság címszóval jelzett dolgok közül meg tudom említeni azt is, hogy nem csak hagyományos régi játszóterek várják a gyerekeket, hanem egy digitális agrár témájú játszótérrel is készül. Bioszigetben helyettes állatokkáról már felhívta a figyelmet, még egy újdonságra szeretnék felhívni a figyelmet, a civil térre. Azt gondoltuk, hogy az agráriummal kapcsolatos civil szervezetek is bemutatkozhatnának, és a tevékenységüket megismerhetnék a látogatókkal és a szakemberekkel. Nekik egy külön civil teret alakítottunk ki, többek között itt lesz az a cukrászatipar testülete is, illetve az országos Dr. Anuszok Országos Szövetségének agrártagozata, vagy a Nyugat-Magyarországi Egyetem geológiai kara is. A jegyárakról szeretnék a következőben még néhány szót mondani. Igyekeztünk a célunkat szem előtt tartani, minél szélesebb látogatót és szakmai szakértőket vonzunk be az Ométra, hiszen azt gondoljuk, az itt látható dolgokat mindenkinek érdemes tudnia, mindenkinek érdemes megkóstolnia. A jegyárak 2015-hez képest érdemileg nem változtak, a felnőtt napi egy 1200 forintba kerül, a diák és nyugdíjas jegyek 500 forintért vásárolható. Elővételben is lehet venni jegyeket, online felületen is, az elővételben vett jegyek, a felnőtt jegy 1000 forintba kerül. Az online jelentkezést nem fogjuk bezárni, csupán aznap nem lehet online regisztrálni, tehát az előző, mindig a következő napra lehet jegyet venni. 6 éven aluli gyerekeknek a belépés az ingyenes. A szeptember 24-i napot, a vasárnapi napot a család számára szenteljük, hogy próbáljuk meg a családok számára fenntartani. Éppen ezért ezen a napon egy családi jegyet vezetünk be 1000 forint összegben, az egész család, két felnőtt és 4 gyerek vehet részt ezért az összegért az Ométban és az Ométrendezvényei és programjai. Általános és középiskolás csoportoknak 10 fő felett kísérővel szintén ingyenes a belépés, előzetes regisztrációhoz kötött, az előzetes regisztrációt január óta nyitva tartjuk. A iskolásokat szállító buszoknak pedig ingyen parkolási lehetőséget biztosítunk. Az egyetemistákat, főiskolásokat és oktatóikat sem szerettük volna kihagyni. Az ő számunkra is ingyenesét tettük a belépést, egy előzetes regisztrációra van ehhez szükség. Neptun kódjukkal az oktatók is és a hallgatók is regisztrálhatnak, és utána a belépés az ingyenes. Nagyon remélem, hogy már a média kampánnyal is és a sajtótájékoztatókkal, illetve a szaklapokban megjelent cikkekkel felkeltettük az önök és a látogatóknak az érdeklődését az Ométiránt. Szeretettel invitálom önöket, és várjuk önöket szeptember 20 és 24 között, illetve a szakmai napon, szeptember 19-én. Nagyon örülök majd, hogyha elviszik a Magyar Föld levélát és a Kárpát-medence kincseinek hívét a önök közönségéhez is. Köszönöm szépen!